Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntök mindenkit, mert a felállásból is látszik, hogy nálunk is kitört a nyár, de tegnap kormányülés volt, és amikor kormányülés van, akkor természetesen az ott született döntésekről, témákról tájékoztatást adunk, úgyhogy arra kérem Gulyás Gergelyt, a miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy tartsa meg beszámolóját, bevezetőjét. Köszönöm szépen, és tisztelettel köszöntök mindenkit. A kormány a tegnapi ülésén számtalan kérdést megtárgyalt, és ezekről szeretnék most röviden tájékoztatást adni, és ezt követően szokás szerint, hogyha van érdeklődés kormánydöntésekkel kapcsolatosan, vagy más témákban, akkor igyekszem válaszolni. A tegnapi nap Brüsszelből sok rossz hír mellett egy jó hír is érkezett, még akkor is, hogyha ennek az értékét túl nagyra becsülni nem szabad, hiszen azt követően, hogy az Európai Tanács, tehát a belügyminiszterek tanácsa teljesen elfogadhatatlan formában döntött az elosztási mechanizmusról, ami a mi véleményünk szerint komoly veszélyt jelent Európára, és a bevándorlást erősíteni fogja, ráadásul migránsgettókat fog eredményezni. Itt a parlamenttel megkezdődtek az egyeztetések, és ha le akarjuk egyszerűsíteni, akkor egy gyorsított eljárás, a gyorsított tárgyalásra vonatkozó javaslat is volt az asztalon, de itt a visegrádi országok ellenállásának, Németország és Hollandia csatlakozásának köszönhetően egy blokkoló kisebbség jött létre, tehát a parlamenttel való egyeztetés szeptemberben folytatódik, de továbbra is úgy gondoljuk, hogy mindenfajta elosztási mechanizmus az elfogadhatatlan, fejkvótával súlyosbítva is az, és a jelenlegi migrációs javaslatok, amelyek a bizottság asztalán vannak, illetve a tanács asztalán vannak, vagy akár a parlamenttel folytatott egyeztetés során rendeleti javaslatként szerepelnek, azok Európa érdekeivel ellentétesek, nem tartalmaznak garanciákat a hatékony határvédelemre, ugyanakkor azt a veszélyt hordozzák magukban, hogy az Európai Unió határain kívül továbbra sem tudjuk a menekültügyi eljárásokat lefolytatni, és ennek következtében pedig az Európára nehezedő migrációs nyomás az lényegesen nagyobb lesz, mint most, úgyhogy egyébként az idei évben rekordokat dönt az Európába bejutni szándékozó migránsoknak a száma. Ráadásul Magyarország eddig több mint 650 milliárd forintot költött határvédelemre. Ezzel kapcsolatos megtérítési igényeinket Brüsszel felé jeleztük. Ennek kevesebb mint 1%-át térítette eddig meg az Európai Unió. Úgyhogy ezzel kapcsolatosan úgy gondoljuk, hogy ha hatékony európai határvédelmet, jól működő Schengeni térséget akarunk, akkor a bizottságnak a határvédelmi intézkedéseket kell megtérítenie, vagy legalább ahhoz jelentős mértékben hozzájárulnia. Szintén a kormány tegnap tájékoztatást kapott arról, hogy miután teljesítettük az igazságszolgáltatás függetlenségével kapcsolatos mérföldkövet, amit most nem mennék be abba a tartalmi vitába, hogy egyébként indokolt volt-e, közösségi jogalapján lehetett-e ilyet kérni. Miután megegyeztünk a bizottsággal, a törvényhozatás szövegéről is, ezt az országgyűlés elfogadta. Ezt most készre is jelentettük, ez egy feljogosító feltétel a brüsszeli szóhasználat szerint. Ezt készre jelentettük, innentől kezdve az Európai Uniós költségvetésből, tehát a 7 éves költségvetésből a kifizetéseknek véleményünk szerint nem lehet akadálya. Éppen ezért küldtünk is a bizottságnak számlákat. Összesen 238 millió euró összegű költségnyilatkozatot a 2021 és 2027 közötti programozási időszak operatív programjaiból, tehát magyarul a 7 éves költségvetésből. Ennek az Európai Unió a 85%-át kell, hogy finanszírozza, tehát 202 millió eurót szeretnénk lehívni a bizottságtól, ennek a kifizetését várjuk. A bizottságnak 90 napja van arra, hogy a feljogosító feltétel megtörténtét, teljesítését visszaigazolja, és 60 napja van a költségnyilatkozat feldolgozására és az összeg átutalására. Egyébként a költségnyilatkozatok jelentős része az a GINOP Plus
ból származó előzetes kifizetés, hiszen ugye a magyar költségvetés évek óta előfinanszírozza az Európai Uniós forrásokat, tehát a magyar költségvetés ezt kifizette, ezeket utólagosan kapjuk meg, most a számlákat kiküldtük, ezzel a kis és középvállalkozások támogatását biztosítottuk, tehát a számlákat benyújtottuk, és bízunk abban, hogy 90 napon belül a bizottság az átutalást teljesíti. Ahogyan megérkezik Brüsszelből a ehhez szükséges forrás, úgy tanárbéremelésre is sor kerülhet. Pillanatnyilag a helyzet az, hogy a bizottság 800 milliárd forinttal tartozik a magyar tanároknak, amelyből a tanárbéremelés biztosítható, és már említettem, hogy a most benyújtott számlák mellett 650 milliárd forinttal pedig határvédelemre. Miután ennek legalább 50%-át kértük megtéríteni, hogyha az 50%-ot nézem, akkor is 325 milliárd forint az, ami Magyarországot megilleti. Tárgyalta a kormány tegnap a gazdasági helyzetet, és úgy látjuk, hogy az orosz-ukrán háború által kiváltott rendkívül nehéz helyzet, amit tovább súlyosbítottak az Európai Uniós szankciók, valamelyest javulni látszik. Látjuk, mondhatnám, a fényt az alagút végén, növekedő gazdasági vagy jobb gazdasági kilátásokkal számolhatunk, a gazdasági növekedés a második fél évben gyorsulni fog. Az év egészére reálisnak tűnik a költségvetésben rögzített 1,5%-os, de legalább 1%-os gazdasági növekedés, a jövő évben pedig szintén teljesíthetőnek látjuk a 4%-os gazdasági növekedést. Ennek következtében a költségvetési bevételek is nőni fognak, és ami a legfontosabb és az első számú közellenség, az inflációt is le fogjuk törni. A gyors infláció csökkentéssel és csökkenéssel számolunk. Ha minden jól megy, akkor már októberben egy számjegyű lesz az infláció, és ez azt jelenti, hogy mostantól minden hónapban 2-3-4%-os infláció csökkenés is lesz. A legfontosabb az az, hogy az embereket amennyire lehet az infláció káros hatásaitól meg tudjuk óvni. Ennek érdekében sokat tett a kormány, ezt szolgálták az árstoppok, és ezt szolgálja az akciózás is, amelyet július 1-jével vezettünk be, és 10%-os árkedvezményt jelentett meghatározott termékkörre. Most ez augusztus 1-jével 15%-ra emelkedik, továbbá a hideg élelmiszerre is augusztus 1-jétől felhasználható a szépkártya, amelyet a munkáltatóknak kedvezményes járulék és adófizetési szabályoknak megfelelően 200 000 forinttal van lehetőségük kibővíteni. Az infláció elleni küzdelem a kormány legfontosabb célja, de nem mindenki vesz részt ebben a küzdelemben. Az eddigi kartelekért, a árstopp be nem tartásáért 3,1 milliárd forint bírságot szabtak ki a hatóságok. Ebből is látszik, hogy sajnos vannak olyanok, akik ilyenkor is nyerészkedni próbálnak, de a cél az az, hogy Magyarországon az inflációt megfékezzük, letörjük és felszámoljuk. A jövő évre reálisnak tűnik a kormány 6%-os, vagy akár az ennél is kedvezőbb becslés is. Ma talán még a 6% is a jövő évre már túlzottnak tűnik, és egy 5% körüli vagy az alatti infláció is reális lehet a jövő évre. De mindaddig, amíg ez nem következik be, mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy azok a termékek, amelyeknek az áremelkedés az embereket a legnagyobb mértékben érinteni, továbbra is elfogadható vagy elfogadható áron legyenek megvásárolhatóak. Ezért nagyon fontos a rezsicsökkentés fenntartása, és ezért nagyon fontos az is, hogy meghatározott élelmiszeripari termékeknél kedvezményes áron lehessen vásárolni. Tegnapi ülésén a kormány szintén áttekintette az orosz-ukrán háború jelenlegi helyzetét. Itt egy hosszabb áttekintés is volt, ahol aminek talán a legnagyobb jelentősége abból a szempontból van, hogy mindaz, amit ma látunk, az a háború hosszú távú kimenetelére is spekulációkra ad lehetőséget. Néhány számot szeretnék önökkel ismertetni, amelyeket tegnap a Honvédelmi Minisztérium
a kormányülésén a kormány tagjaival megismertetett. Ami a személyi veszteséget illeti, itt van a legnagyobb bizonytalanság, de a legmértékadóbb becslések szerint is eddig több mint 310 ezeren vesztették életüket a háború során. Ennél lényegesen nagyobb, egészen a 7-800 ezerig terjedő becslések is vannak, de a legvisszafogottabb becslések is 300 ezer fölötti életáldozatról, életveszteségről, katonai veszteségről számolnak be. Ráadásul az ENSZ adatai szerint közel 10 000 fő a civil áldozat, és legalább 16 500 fő, aki civil sebesült ugye, a háborúnak. Ami a rendelkezésre álló orosz és ukrán haderőt illeti, ott azt mondhatjuk, hogy az oroszoknak lényegesen nagyobb a tartaléka, és lényegesen több a vesztesége is. Gyakorlatilag akár páncélozott harcjárműveket, tüzérségi eszközöket nézünk, harci helikoptereket, akkor, vagy hadihajókat, ami ugye csak oroszoknak áll rendelkezésére. Mindenhol orosz fölény van, és eddig nagyobb orosz veszteségek is. Az ukrán ellentámadás, ami június 5-én indult meg, eddig érdemi eredményeket nem hozott. A nekünk rendelkezésre álló adatok szerint az ukrán haderő mindösszesen egy 200 négyzetkilométeres területet tudott visszafoglalni, de Donbaszban és Harkiv megyében nagyjából az oroszok is ekkora területet foglaltak el. Az látszik, hogy a frontvonal védelmi képessége mindkét oldalon magas, tehát ez a frontvonal, ami ezelőtt nagyjából már egy évvel létrejött, az első sikeres ukrán ellentámadások után, azt nagyon nehéz áttörni, és ennek csekély is az esélye. Mindez együttesen szintén arra hívja fel a figyelmet, hogy a magyar kormány álláspontja megalapozott, amikor a lehető leggyorsabb tűzszüneti tárgyalások, béketárgyalások megkezdésére hívjuk fel a figyelmet. Úgy gondoljuk, hogy a tűzszünet és a béke az egyetlen megoldás arra, hogy az öldöklés befejeződjön, és reálisan a nemzetközi jogi helyzetet természetesen figyelembe véve, de mégiscsak azt mondhatjuk, hogy minden félnek ez az érdeke, és különösen az érdeke Magyarországnak, amely a konfliktussal a szomszédos ország, és az érdeke az Európai Uniónak is, úgyhogy továbbra is tűzszünetet és béketárgyalásokat sürgetünk. Tegnap a felsőoktatásban is az év legfontosabb döntésének napja volt, hiszen a felvételi pontszámokat ismerhették meg a felvételizők és családjaik. Az a jó hír, hogy több mint 126 ezeren felvételiztek, és közel 95 ezer hallgató nyert felvételt. Ez azt jelenti, hogy a számokból pozitív következtetéseket vonhatunk le. 43%-kal nőtt a vidéki egyetemekre felvettek száma, 34%-kal nőtt a műszaki, természettudományi, mérnöki és informatikai területre felvettek száma, és ami talán legfontosabb, hogy 10 felvett jelentkezőből 8 hallgató állami ösztöndíjjal kezdheti meg a tanulmányait. A gazdaságtudomány területén is egyébként 22%-os növekedés volt. Szintén fontos, hogy ez a pozitívum a pedagógus képzést is érinti, ami jól mutatja, hogy a pedagógus pályára sokan tekintenek úgy, mint ami a jövőben biztos jövedelmet fog garantálni azoknak, akik ezt a hivatást választják. 10.514 jelentkezőt vettek fel, ez az elmúlt 6 év legmagasabb száma, tehát pedagógus utánpótlás biztosított, 29%-os a tanárképzés esetében a növekedés, és bármely területet nézzük, bármely szakterületet, mindenhol komoly számottevő növekedés volt. Az utolsó kérdés, amiről még szeretnék tájékoztást adni ezzel kapcsolatosan, hogy tegnap a kormány döntött arról is, hogy a Károli Egyetem új kampuszának, épületegyüttesének megépítését támogatja. Korábban már a Pázmány Egyetem kapcsán is ilyen döntés született. A Károli Egyetem építése vélhetően 27-ig fog tartani, és 2024-ben, 25-ben és 26-ban 15 milliárd forinttal támogatja ezt a kormány minden évben, 27-ben pedig 45 milliárd forinttal.
jó esetben 27-re, de lehet, hogy 28-ra az építkezés befejeződhet, és ezzel a Károly Egyetemnek is egy fejlett, minden európai igénynek megfelelő, a modern felsőoktatás követelményeit is kielégítő kampusza lesz. Röviden ezeket szerettem volna elmondani, és ha vannak kérdések, állok rendelkezésre.